Az ipartörténeti emlékeknek, értékeknek, bízunk benne, rövidesen külön múzeuma is lesz Pécsett. Az, hogy ez megvalósulhasson, nagyban köszönhető a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának. Dr. Sifői Tamás titkárulat köszöntöm itt nálunk vendégségben. Úgy tudom, hogy ennek a leendő múzeumnak már annyira konkrétak a tervei, hogy a helye is megvan, az, hogy melyik épületben lesz, melyik utcában. Hol lesz ez? Ez a Mária utcában lesz, az Angster volt, Angster Orgonagyárban. Ez az épület, ez már 2 éve visszakerült a Vagyonkezelő Kft-től a város tulajdonába, és erre a célra került elkülönítésre. Most megtörténtek azok a döntések, mind a megyénél, mind a városnál, amik lehetővé teszik, hogy az alapítvány létrejöjjön. A kamara részvételével is elindult a Ipartörténeti Múzeum megalkotása. Mikor indukálódott ez az ötlet, kivetette fel, mert hogyha jól tudom, akkor nem csak a kamara vesz részt a megvalósításban. Hát ez egy régi dédelgetett álmunk, abból indultunk ki, hogy mindenki Pécset nagyon sematikusan kulturális és oktatási központnak tartja, volt a város gazdasági potenciája a Dél-Dunántúlon a legnagyobb. Meghaladja például a kaposvári Szekszárd együttes gazdasági erejét. És megítélésünk szerint ahhoz, hogy a város igazi kulturális és oktatási központ legyen, az a város gazdasága tudja megteremteni az alapokat, hogy ez a múltban is volt. Most ezt a múltat tudjuk bemutatni az Ipartörténeti Múzeum segítségével, és nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy mind a város, mind a megye ez partner. Talán rövidesen sikerül megmutatnunk majd az épület terveit is, ami a Mária utcában elkészül. Hát egy ilyen múzeum létrehozásához nem kevés pénz kell, ezt tudjuk. Honnan lesz ennek fedezete? Egyrészt maguk az alapítók fognak pénzeszközöket átadni az alapítványnak, de nagyban számítunk több 10 millió forintos mértékben azokra a cégekre, akik kiállítani fognak, saját tárgyi és írásos emlékeiket fogják kiállítani a múzeumban. Itt minden meghatározott cég szinte Baranyából örömmel fogadta ezt a kezdeményezést. Természetesen fogadjuk a kis és középvállalkozások hozzájárulásait is, tárgyi és írásos emlékeit is. Ez egy maganemében teljesen más típusú múzeum lesz, mint a szokásos. Tehát inkább a megye gazdaságának egyfajta PR bemutatását is lehetővé teszi, mint sem egy ilyen kicsit talán szárazabb régi múzeum. Gondoljunk arra, hogy a külső karéba például élő műhelyeket akarunk elhelyezni, ahol például a kesztyűszabás, kesztyűvarrás vagy ötves munkákat is végző iparosok lesznek, és az egész centrum egy idegen fog, ami intézményként is működni fog, ahol rögtön ezeket is meg is lehet vásárolni a tárgyakat. A tájékoztató szerint ipartörténeti emlékek is helyet kapnak azért ebben a múzeumban. Honnan származnak ezek a régi eszközök, tárgyak, és ha vannak ilyenek, mert nyilván vannak, akkor ez idáig ki gondozta őket, hol voltak eddig? Meglehetősen sok ilyen emlék van, hát gondoljunk a Hunarnak a Siklósi Kesztyű Múzeumáról, Dédásznak van egy saját kis múzeuma, az elmúlt 100 évet dolgozta föl, de majdnem minden nagyobb tradicionális cégnek vannak tárgyi és írásos emlékei. Azt valahogy vagy munkamúzeumba szervezték önmaguknak, vagy pedig valahol most kallódnak félretéve, de ezeket mindenről lehet venni, és be lehet rendezni egy múzeumot velük. Az optimista becslések szerint mikor fog ez a múzeum megnyitni? Leginkább attól függ, hogy milyen külső forrásokat tudunk felhajtani. Tehát akár a millennium kapcsán, vagy akár más külföldi vagy befelé lapokból milyen pénzeket tudunk szerezni, amiket ki tudjuk egészíteni a saját forrásainkat. Én nagyon szeretném, hogyha ez egy 2-3 éven belül megvalósuló program lenne. Igazán nem akarok ünneprontó lenni, mert ez egy nagyon jó dolog. De azt hiszem mégiscsak, hogy az ide látogató külföldiek, azok a kulturális oldalára kíváncsiak a városnak. Az iskolások biztos, hogy el fognak menni ebbe a múzeumba. Kiknek az érdeklődésére számítanak még? Nem értek egyet ezzel. Magam a Velszi Herceg Alapítvány vendégeként voltam kint Angliában egy tanulmányúton, ahol elvittek minket többek közt ilyen régi ipari skanzenekben, rendkívül érdekes volt. Na persze azok más dimenziót képviseltek, hiszen még több mint 100-120 éves kis vonatok is közlekedtek bennük. Én azt vettem észre, hogy ezekben az ipartörténeti jellegű kiállításokban teljesen el tudnak feledkezni az emberek magukról, rácsodálkoznak az akkori tárgyakra, az akkori eszközökre, az írásos dokumentumokra. Én azt hiszem, siker lesz. Így legyen. Jó munkát hozzá. Köszönöm.